Az esemény rendkívül fontos nem csak a fiatalok és szüleik, de a város és a környék életében is, hiszen ez egy olyan alkalom egy olyan intézményben, ahol igazán megérdemelt az ünneplés. Minden évben ellátogatok erre a rendezvényre, nagy örömmel teszem ezt, mindig igyekszem eleget tenni a meghívásnak, mert itt a fiatalokkal gyakorlatilag már baráti kapcsolat alakult ki. Egy olyan hiánypótló intézményben vagyunk, ahol sérült fiataloknak a nappali ellátása zajlik. Ez egy olyan hiánypótló intézmény, ami nincs a megyében, gyakorlatilag páratlan, és az önkormányzatoknak a kötelező feladatai mellett azt gondolom, hogy legalább egy ekkora településen, mint Bonyán, figyelni kell arra is, hogy vannak köztünk ilyen sérült fiatalok, akiknek és a családjaiknak segítséget nyújt egy ilyen nappali intézmény. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ők családban élnek, de reggel elhozzák őket ide, majd délután a foglalkozások végével pedig hazatérnek a családjukhoz. Így a szülők akár dolgozni is tudnak, és tudják azt, hogy olyan körülmények között és olyan intézményi keretek között van biztonságban a fiatal sérült gyermekük, ami azt gondolom, hogy pótolhatatlan, hiszen itt olyan kiváló szakemberek vezetésével zajlanak a mindennapos tevékenységek, ami irigylésre méltó és példamutató. Az intézmény rendhagyó a megyében, még csak hasonló profil sem található meg Tolnában. A napközi, tehát az egész völgységben látja a feladatait, segítséget nyújtva szülőknek és gyermekeiknek. Az intézmény 24 férőhelyes, ritkán van benne bonyhádi, most is van, de nem kizárólag csak bonyhádiak vannak a 24 főben. Inkább úgy mondom, hogy a völgységből, illetve még azon túl is van egy-két fiatal. Én ezért arra bátorítok minden egyes kollégát a völgység településeiről, mindazokat a településvezetőket, ahonnan ide érkeznek fiatalok erre a nappali ellátásnak az igénybevételére, támogassák az intézmény működését, hiszen mindenkinek a számára ez egy olyan megoldás, amivel segíteni kell az ő munkájukat, és ez anyagi források nélkül nagyon nehéz. Már csak azért is roppant fontos az a munka, amelyet az otthonban elvégeznek napról napra, mert igazi közösségépítő erővel is bír, továbbá napi rutinra tanítják a fiatalokat, akiknek igazán nagy szükségük van erre. Nagyon nagy izgalom, boldogság, és a rendezvényen rengeteg energia felszabadul. Nem sokára érkezik a zenészünk, és tulajdonképpen az évben kétszer van lehetőségük, hogy élő zenére egy ilyen kis táncos mulatságot szervezzünk a számukra. Nagyon apró lépésekkel próbálunk egy témát megközelíteni, minden farsangnak van valamilyen mondani valója. Most egy ilyen sportos, focis csapatot állítottunk össze, és közös ötlet volt, minél egyszerűbb jelmezekkel, hogy ne akadályozza őket, és egy nagyon rövid kis zenés táncot mutattak be. Az intézményvezető elmesélte a fiatalok egy napját. Mint elmondta, fél héttől várják őket, vannak, akik már 7 órakor megérkeznek, de vannak, akik csak később, mondjuk csak a torna kezdetére érnek oda. Mert hogy tornáznak is, ahogyan képességfejlesztő feladatokat is elvégeznek, kreatív foglalkozásokon is részt vesznek, színeznek, rajzolnak, ragasztanak. Ez januárban már elkezdődik, és itt vagyunk február közepén, és ez még eltart legalább 2 hétig. Meg tudják nézni a fotókat, a felvételeket, a csoportban, amiket felraknak képeket, tehát ez nagyon kedvenc foglalkozás neki. Az ünnepre 60 szeletes tortát készített az intézmény munkatársa Benke Enikő, nem is akármilyet, focipályát mintázott a somlói torta. A másikat a polgármester ajándékozta. Diós, kakaós, sima piskóta, vaníliakrém, csoki öntet, szirup, rom, minden finomság. Az együtt egymásért nappal intézménybe olyan sérült fiatalok járnak, akik szociális és mentális ellátásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képes fogyatékossággal élők, illetve autista személyek. Az intézmény elsődleges és alapvető feladata továbbá a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemléletének megváltoztatása. András édesanyja, Angéla, háláját fejezte ki. Mi az intézmény miatt költöztünk ide Várajára vissza, mert mi Pálfán laktunk, csak a gyerekünk már olyan idős lett, hogy már nem vállalta a dada, mert már nem egyszemélyes, és örömmel vettük azt tudomásul, hogy itt Bonyhádon van egy ilyen intézmény, és nem egy ismerősünk gyereke ide is jár az intézménybe, és ők
csak pozitívan nyilatkoztak erről, és mikor megláttam az intézmény vezető nevét, hogy Állam Gyöngyi, akkor már felkeltette az érdeklődésem, hogy akinek ilyen neve van, ott már biztos, hogy valami csodálatos dolog lehet, és ez így is volt, mikor személyesen eljöttünk a férjemmel megnézni ezt az intézményt, és fogadott bennünket a vezető, akkor a neve tényleg tükrözte a személyiségét is, és láttam, hogy milyen szeretettel, odaadással beszél itt a fiatalokkal, és elmondtam a mi esetünket is, hogy a mi gyerekünk eddig magániskolába, meg magántanulóként járt, és hogy milyen problémánk van, hogy mennyi fajta hátránnyal küzd a mi gyerekünk, hogy sem járni, sem ülni, sem enni nem tud, és mennyi betegség, mennyi tartós betegsége van, és ő mindenre csak azt mondta, hogy ezek nem problémák itt, mert itt ahány gyerek, annyi fajta probléma van, és nem ő lesz az egyedüli, aki problémás. Az efféle alkalmak arra is remekül szolgálnak, hogy gyermekek és szülők együtt, jó hangulatban, nevetések közepette kicsit letegyék terhüket, esetlegesen újabb köszönetet mondjanak a dolgozóknak, segítőknek. Hát, mint minden gyerek, tehát a 20 éves most már az Andris, és mint minden gyerek, nehezen indul el a hét, de hogyha azt a választást teszem elé, hogy otthon akar-e maradni, vagy el akar jönni, akkor mégis mindig azt választja, hogy ő inkább eljön a napközibe. Tehát azt vesszük észre, hogy igenis neki szüksége van a saját hasonló sorsú társainak, és minden egyes társának ismeri a jellemvonásait, és azt otthon ő előadja, hogy ki milyen hátrányokkal küzd, és miért szereti, és miért nevezi meg őket olyannak, amilyennek, és mindegyikhez kötődik valamilyen szinten. És ezek a gyerekek, vagy ezek a fiatalok, ezek úgy fogadják el egymást, ahogy vannak. Tehát senkinek nem a negatívumait emeli ki, az én gyerekem se, hanem mindenkinek tud a saját nyelvén beszélni. Most csak ezt a beszélni, hogy konkrétan minden nap a napi rendjében benne van, hogy pont az olyan gyerekkel megy ebéd után sziesztázni, aki nem beszél. Egyedül ő az a gyerek, aki nem beszél, és ő vele is tud kommunikálni a nem beszélő gyerekkel. Hát a mi gyerekünk, amit nagyon tud, az a beszéd pont. Tehát így kiegyenlítődik, hogy se nem lát rendesen, mert vaknak van minősítve, se nem járni nem tud, és ahogy elsoroltam az elején, hogy mennyi fajta hátránnyal küzdünk, beszélni viszont nagyon tud, és a kommunikációval ő megtalálja a többiekkel a hangot. Ugyanúgy a lányokkal, mint a fiúkkal. Ahogyan édesanyja elmesélte, András valóban jól beszél. Arról kérdeztük, mivel töltik el idejüket az intézményben. Zenét hallgatni, meg foglalkozást, meg tornázni, meg országváros falusztatni. És még? Meg ebédelni, meg meditálni, meg gondolkodni az élet dolgairól. A farsang tánccal zárult, és ahogyan Álom Gyöngyi megosztotta velünk, várhatóan még hetekig megmarad a remek hangulat. Mindent az Álom Gyöngyi csinált, nem csak ő, hanem Erika is, Enikő is, mindenki, meg a Piroska is, és a ruhákat azt válogatták, hogy milyen legyen. Lányoknál, ahogy látták, az ilyen függönyből volt a szoknya, és a kék polló, és ami volt a kezünkben, az meg lehetett csinálni egy ilyet. Amikor szépen szépen, én ott a kettő alapvá,